Sziasztok, én Viki vagyok, és kicsit kusza lesz ez a videó, mert most már gyakorlatilag három videót fogok valahogy így összevágni. Felvettem két hete egy videót, így Lizával itt ténykedtünk meg felvettem egy csomagbontós vintides videót, és rájöttem, hogy ez így túl hosszú lesz, túl bonyolult lesz, és nem biztos, hogy valaki ezt végig fogja nézni az érdemi részig, ugye, hogy amikor kibontom azt a csomagot. Úgyhogy szerettem volna most felvenni egy olyan részt, ahol ugye elmondom nektek, hogy a Vintedről mi a véleményem, és hogy egy ideig nagyon-nagyon dicsértem nektek. És akkor az a lényege, hogy megpróbálok kettő videót csinálni. Az egyik az, hogy csomagbontós, és röviden elmondom, a másik pedig az, aki tényleg érdekel a Vinted használata, és hogy a Vintednek a hibája, és a mi esetünk úgy konkrétan érdekel, hogy hova tűnt a csomagunk, és hogy milyen a panaszkezelése a Vintednek, meg a Foxpostnak, akkor neki is lesz egy videó, konkrétan ez a videó lesz, ebben a videóban lesz arról szó, hogy mi történt így a csomagunkkal és velünk. Úgyhogy ha ez érdekes nektek, akkor ezt a videót nézzétek meg, hogyha erre nem vagytok kíváncsiak, akkor viszont nézzétek meg azt a videót, amiben kibontom ténylegesen azt a kis jús ruhacsomagot, amit vettem ugye a Noyennek és Alexnek. No, sziasztok! Úgy döntöttem, hogy most már így két hét elteltél velem, amikor ugye ezt a videót felvettem, nagyjából két hét már eltelt, újra veszem ezt a részt, amikor itt meséltem nektek a Vinted negatív tapasztalatunkról, na hát le kell szögeznem ezt így előre, hogy gondoljátok, hogy nem oldódott meg az ügyünk. Aki látta a Vlogmas részt, látta. Nagyjából akartam körülbeszélni, mert ugye mindenhol már ráírta a címemet. Tehát a lengyel anyukától, akit szoktam nektek emlegetni, akit nagyon, nagyon megkedveltünk, és a Lizának szoktam tőle venni nagyobb ruhacsomagokat, meg most az iskolatáskát is ugye. Meséltem már nektek arról is sokszor vlogban, hogy rendeltem, vagy hát vettem volna tőle, de hát sajnos elakadt a csomag a Vinted és a Foxpost rendszerhibájából. Sajnos az október 25-én visszafordult az ő csomagja Lengyelország felé, de Szlovákiáig jutott, a kettő futásszolgálat a Foxpost és az Orlen között megállt, és onnan sehova nem mozdul. És nagyjából még egy olyan másfél hónapja van, és meg fogják semmisíteni, ami egyszerűen hihetetlen. Na most a Vintedről szeretnék, tehát hogy úgy nagyjából a mi sztorink az ugye az a mi ügyünk az eladóval, tehát ő nagyon-nagyon korrekt volt, és én ezért szeretem a Vintedet, tehát ezért szeretném használni a jövőben a Vintedet, és ezt ajánlom nektek. A lengyel anyukákkal nekem nagyon szuper tapasztalataim vannak, gyönyörű, szép állapotú csomagokat eltöttek össze, nagyon jó a kommunikáció, nagyon korrektek, az ár is nagyon-nagyon jó. Szemben ugye a magyarokkal, a magyar anyukákkal, akikkel eddig én mondjuk életemben 8 évig ugye vettem a Alex miatt ugye a használt ruhákat, ugye erre törekszem, hogy használt ruhákat vegyek nekik. Na most itt 10-ből 8 esetnél én nekem csalódás volt, és nagyon sokat vissza kellett küldeni, vagy értitek, szóval, hogy használhatatlan ruhákat adnak el. Nekem ez a tapasztalatom, rengeteg Facebook csoportban benne voltam, Marketplace-en, személyes találkozó, tehát hogy mindenem, nagyon sok a 8 év alatt, nagyon sok mindenem vagyok túl, és nem szerettem volna tovább ezt a vonalat vinni, inkább lengyel kapcsolatokat szerettem volna kiépíteni, ami sikerült is. Viszont ugye a Vintedről van jelenleg szó, amit én nagyon-nagyon dicsértem nektek eddig, pontosan emiatt, hogy a lengyel kapcsolat miatt nagyon fényeztem, és nagyon örültem neki, és szeretettel ajánlottam. Viszont sajnos így egy év után sikerült kiismerni a rendszert és a hibáit, ami nagyon-nagyon sok van neki. Tehát nagyon-nagyon alapszintű az informatikai háttere, a panaszkezelése, a panasz megoldási képessége nulla, vagy inkább mínusz 100, tehát, hogy totál. Ha valamiben kérdést teszel föl, ha valami nyomkövetési információra vágysz, ha valamiben segítséget kérsz tőlük, akkor általában egy ilyen automata üzenetet kapsz vissza, olyan, mintha egy robottal beszélgetnél tulajdonképpen. Biztosan sokan meg tudjátok ezt erősíteni nekem, hogy olyan, mintha tényleg egy robottal beszélgetnél, sem, hogyha nem jutna el az információ az agyáig a valakivel éppen társalogsz ott a kis csetablakban.
vagy üzenetablakban, olyan, mintha nem, tehát, hogy mintha egy ilyen Ctrl-C, Ctrl-V üzenetet kapnál, nálunk van egy óriási hiba, ami a mi csomagunknál felmerült, egy nagyjából ekkora, hát pontosan ekkora méretű csomag, csak pink színű, és az eredetileg vásárolt termékeim vannak benne. Tehát, hogy nem kicsi csomag, nem tudják ezt a csomagot elveszteni fizikailag, ugye ezt mindannyian aláírjuk, úgyhogy nem tudom rövidebben elmondani, sajnos csak most is már látom, hogy 4,5 perce beszélek, de szeretném nektek átadni az indokot, hogy miért vigyázzatok a Vintiddel, pontosan a panaszkezelés, nem megfelelő panaszkezelés miatt, hogyha bajba kerültök, ha bármi baj van a termékkel, mit tudom én, valamit sérelmeztek, vagy valami, akkor a Vintidnek nem lesz megfelelő panaszkezelésre, még annak ellenére sem, hogy van egy vevővédelmi díj. Na, ezt én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy ez egy Vintid jutalék, inkább ezt így mondanám. Na, szóval, a Vintidnek van egy óriási nagy hibája, az, hogy szerződött a Fox Posttal, szerintem. Na mindegy, a Foxpostot is nagyon szerettem idáig, tökéletesen működött automata feladom, nem nincs emberi kommunikáció, akár este 10-kor is elmehetek, és feladhatom a csomagomat, nagyon kényelmes, szerettem a Foxpostot. A Foxpost körülbelül, hát több mint 3 hete elhagyta egy magyar címre küldött csomagomat is, úgyhogy feladtam az automatába, és olyantól kezdve se kép, se hang. Hihetetlen számomra is, látszik, hogy feladva ekkor, és onnantól kezdve a futár, hogy kivette, hogy zsebre rakta, vagy mit tudom én, lejtette, vagy más címkét ragasztott rá, senki nem tudja meg soha, a csomagom eltűnt, na a kártérítést pedig már nem szeretnének adni. Szörnyű. Nem tudom. Ez a Foxpost magyar viszonylat, viszont a Vinted Foxpostos, ugye az anyukától vettem a csomagot, kifizettem szépen Vintiden, és túlméretes lett a csomag azért, mert a Vintidnek van egy olyan hibája, ezt kezdtem el mondani, hogy 2 centi differencia van a csomagmagasságban az orlán, ugye, amivel a lengyeltől elindul, Magyarországon pedig a Foxpost ugye berakja az automatába, 2 centi eltérés van, a Foxpost 2 centivel kisebb csomagot tud csak elhelyezni az automatában, és ugye ezt nem jelzi az eladóknak. Tehát te is csak amikor feladsz, akkor csak a Foxpost és a paket oldalát fogod látni. Azt, hogy az Impost, vagy az Orlen, utána, ami ugye továbbítja a lengyel vásárolnak, azt te nem fogod látni. Tehát innentől kezdve az eladó úgymond védve van, ő rendben feladta a csomagot, viszont túlméretes lett a Foxpostnál, ez visszafordult az eladóhoz, és a Foxpost csinált neki egy új csomagszámot, amit a Vinted soha többet nem vett föl, soha többet nem érzékelt. Hiába mondtam én is, hiába mondta ő is. Leírtuk 125-ször e-mailben, üzenetben, amit hogyha egy ilyen robottal beszélgetnél, és folyamatosan az a válasz jön vissza, hogy nem tudunk segíteni, sajnáljuk, elvesztettük a fonalat a nyomkövetésben, majd adunk neked kártérítést, nyugi. És ugyanezt a Foxpostnál is jeleztem, hogy figyelj, van egy kommunikációs hiba a Vinted és köztetek, hogy nem vette figyelemben a raktárban, amikor visszaforult a csomag, nem vette figyelemben, mert sosem került ki ugye automatába, meg sehova, tehát nem került ki átvételi lehetőségre hozzám ez a csomag, hanem automatikusan visszament, és valószínűleg ez a hiba a Vintednél, hogy egy ilyenre nem írtak meg egy vissza útirányt. És azt gondolod, hogy ez ettől még nagyon szépen vissza fog menni hozzá az eladóhoz, hiszen ez, amit a Vinted mond, hogy ő nem tud beavatkozni egy szállításba, ő nem tud semmibe belenyúlni, de ez nem így van. Tehát amikor te veszel egy csomagot, akkor a Vinted automatikusan legenerálja a lengyel csomagszámot és a magyar csomagszámot, hogy ez a csomag szépen tudjon haladni. Tehát a Vinted generálja a csomagszámokat, nem a futárok oldják ezt ugye meg. És nálunk ugye ez volt a hiba, amikor visszafordult a csomagunk, kapott egy új csomagszámot, viszont nem kapott hozzá a Vintittől, mivel nem vette észre ezt a visszaküldést, nem csinált neki egy órenes csomagszámot, és elindult szépen a Foxpost, kilökte a raktárból, bekerült Szlovákiában egy köztes raktárba, és onnan nem tud tovább menni. A mai napig a köztes raktár titkos, tehát sem a Foxpost, sem a Vintit nem ad róla információt, hogy mi ez, ki ez, kié. Valószínűleg a köztes futárszolgálté,
bejött a képbe egy harmadik futárszagrát, tehát ugye mivel Magyarország és Lengyelország között ott van Szlovákia, bejött egy bálában, vagy egy ilyen összekötegelt csomagban szállító futárszagrát, aki elmegy szépen a Fox ajtajához, felveszi a csomagot, elviszi Szlovákiába egy raktárba, ott átcímkézi, megkapja az Orlen címkét a csomag, és megy szépen, ő viszi el szépen az Orlenhez Lengyelországba a raktár ajtajáig. Tehát van egy harmadik fél, aki titkos, bár már ezt is tudjuk, hogy ki, mert felolvast az egyik ügyfelszolgálatos a Foxhoznál, hogy melyik ez a cég. Ezt a céget te nem tudod elérni, nem válaszolnak e-mailre, nem veszik fel a telefont, nem állnak szóba magánszemélyekkel, csak a Vintiddel meg a Foxposttal tudnak kommunikálni. Hihetetlen ez a történet. Igen, a Vintid adott kártérítést, egy minimum összeget, meg lehet nézni a Vintid oldalán, hogy mennyi. Na most ennek a csomagnak az értéke az nagyjából, hát mondjuk azt, hogy ötször, hatszor annyi. Tehát nem adja meg a maximális kártérítést a Vinted, hanem csak egy kicsi összeget ad. Mert ő, neki ennyire szól a biztosítása, mit tudom én, hogy miért. Tehát nem lehet azt mondani, vagy nem lehet azt kijelenteni a Vinted részéről, sem a Foxpost részéről, hagyjad, az jó, az a csomag majd ott megsemmisítésre kerül, úgyis kapsz kártérítést, persze. Egy picike kártérítést kapsz, igen. De nem kapod meg a teljes összeget, ami a mi esetünkben, ugye nagy csomagról volt szó. Mit tudom, én olyan fél évente szoktam összeállítani nála egy kupacot, és akkor iskolatáska, meg ez az amaz játék, és akkor azt ugye megveszem szépen, és akkor elküldi. Úgyhogy így jártunk. Jelenleg ott tartunk, hogy a Vinted lezárta az ügyet, nem kíván tovább segíteni, a csomag az ott van a köztes raktárban, azóta is a Foxpostot kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a Vinteddel, hogy rendszerhibájuk van, csinálják meg, mert az összes, innentől kezdve az összes ilyen csomag, ami visszafordul, mit tudom én, megsérül, nem tudom, valami kifolyik benne, leesik a címkéje, tehát olyan, ami nem kerül ki automatában, nem kerül ki házhoz szállításra egy futárhoz, hanem a raktáron belül történik, az összesre lesz fog történni, hogy ott lesz a köztes raktárban, ott meg fog szépen állni. És erre, hát nagyjából most már több mint egy hónapja felhívtuk a Fox és a Vinted figyelmét is, és egyszerűen nem reagálnak rá. Mind a kettő azt mondja, hogy nem az én hibám. Na de mondom, tehát mert nem csak egy csomagról van szó, egy nagy értékű, meg nagy eszmei értékű csomagról, amit én szeretnék, hogyha visszajutna hozzá, hogy újra el tudja nekem küldeni, hanem egy rendszer szintű hibáról, egy hiányosságról, ami miatt több ezer csomag várakozik valószínűleg, sőt, szerintem még több is, mert ugye havonta több ezer, tehát ez nem is tudom, mikor májusban vagy mikor szerződtek le a Foxpostán, onnantól kezdve elindult a lavina lefelé. A Foxpost olcsóbb a Vinted, mint a Paketa, ezért nyilván az emberek, mondjuk azt, hogy 80%-a biztos, hogy azt fogja választani. Úgyhogy a Foxpost jelenleg nagyon-nagyon lassú, azt se tudják, mit csinálnak, tehát én beléptem ugye a Foxpost eltűnt csomagokos csoportba, hogy ott segítséget kérek, hogy mégis hol tudnék írni, vagy mit csinálják, mert egyszerűen az ügyfélszolgálat nem segít. E-mailekre nem válaszol a Foxpost, tehát katasztrófa, annyi összecserélt, hibásan címkézett, rossz helyre küldött, eltűnt, ellopott, mit tudom én, milyen csomag van jelenleg a Foxpostnál, hogy én erre szeretném a figyelmeteket felhívni, hogyha Vinted-en most vásároltok, ha még ezek után van kinetek vásárolni, akkor mindenképpen a Paketát választátok jelenleg így december és január környékén, szerintem a Foxpost elúszott. Totál beakadtak a csomagok, azt se tudják, mit csinálnak, pedig a futárok, most már láttam az automatáknál, hogy már szombaton, meg vasárnap is már próbálnak kivinni csomagot az automatákba, de egyszerűen annyira sok csomagjuk lett a Vinted forgalom bejövetele miatt, meg ugye most már jönnek, most már benne vagyunk, konkrétan december közepén vagyunk, mindjárt itt a karácsony, de ugye nekem még október 25-ét játszódik ez a sztorim, szóval én nekem még nem fogható arra, hogy azért nem kerülünk sorra az ügyünk el, mert hogy karácsony meg rengeteg csomagunk mi egymás, akkor még nem volt ez a sztori. Szóval nem tudnak csomagokat behelyezni automatába, mert full telítettek. Nekem is például csomagomat most totálisan a város másik lévén, végén lévő automatába kézbesítettek, megkérdezésem nélkül, tehát önkényesen döntenek. Ennél a túlméretes csomagnál is, ami ugye egy Vinted-es hiba,
itt is nekem a paketta, hogyha ilyen volt, mert volt ilyen már, előfordult, akkor kihozták házhoz. Tehát nem fej volt, hanem e-mailt írt a paketta, és megkérdezték, hogy érte megyünk a depóba, vagy küldje ki futárral, és kiküldte futárral a túlméretes csomagot. Mit tudom, ott meg valami kiló eltérés volt, azt hiszem, hogy nem tudom, 800 grammal nehezebb volt az a csomag, mint a megengedett, és akkor nem vitte ki a kézbesítési pontra, mert a raktárban rájöttek, és kihozták házhoz. Tehát a paketa abszolút korrekt volt ebből a szempontból nálam, viszont a Fox Post önkényesen fel sem ajánlotta, pedig fel kellett volna neki, hogy menjek el a Magoldi raktárába, nem ajánlotta föl, hanem automatikusan visszaküldte, és innentől kezdve elvesztette a fonalat, azt mondta, hogy ő nem foglalkozik az ügyemmel, ő átadta ennek a köztes futárnak, akit tudunk, hogy ki, de nem mondhatjuk el, mert üzleti titok. Neki ott a fuvárlevél, nekem ezt nem adhatja oda, csak a Vintidnek. A Vintid azt mondja, hogy hát hold meg a Fox Posttal, mert ő rontotta el, úgyhogy senki nem segít, és a csomag pedig ott maradt, egy óriási nagy értékű csomagról beszélünk. Úgyhogy, ja. És akkor ugye, hogy a sztorit tovább mondjam, már láthattátok Vlogmas valamelyik részében, ugye megérkezett az anyukától egy olyan csomag, úgymond kompenzációs csomagnak tudnám ezt mondani. Ő azt mondta, hogy felajánlja, hogy hát bármi is lesz ezzel a csomaggal, valószínűleg soha többet nem fogjuk ezt sajnos látni a Vinted és a Fox Post hibájából. Bármi lesz ezzel a csomaggal, meg az Orlent is bemondtuk, de hogy kérje vissza a csomagját, de ő sem, nem, ő sem segít. Azt mondta, hogy ez a Vintednek az ügye, úgyhogy ő ebbe nem tud belefolyni. Szóval elküldte nekünk ezt a csomagot, ezt felajánlottam, hogy ami a kislánynak ott van, és kinőtt ruhája, megunt játéka, mit tudom én, és még volt benne egy jó nagy adag lengyel finomság és édességek. Szóval aki a vlogokat látja, akkor az láthatta, hogy szép mennyiségű dolgot küldött el, nagyon szép állapotú, sőt, sok címkés ruha is volt köztje, tehát még olyat is odaadott, amit a kislány még nem nőtt ki, meg még nem kezdett el használni, de hogy nagyon sajnálta azt, hogy ekkorát buktam ezen az ügyön. Úgyhogy abszolút még mindig azt mondom, hogy a lengyel adatok nagyon-nagyon korrektek, és igazából neki ezt nem kellett volna, semmi ügye nem lett volna ezzel, neki azon kellene lennie, hogy mint eladó az ő tulajdona a csomag. Bocsánat, nem tudom, elmegy a hangom. Az ő tulajdona a csomag, tehát ő polgári peres eljárásban tudja behajtani a Vintiden ezt a csomagját. Viszont, tehát ugye írtam a fogyasztóvédelemnek, a nemzetközi fogyasztóvédelemnek én is, írt ő is természetesen, arra pedig az a válasz jött, felhívtak telefonon, hogy mivel a Vintit kártérítést ajánlott föl, még hogyha nem is azt az összeget, amit ér a csomag, amennyit kifizettem ugye a Vinted oldalán nekik, akkor is neki ez a szabályzata, és ő ezzel úgymond védve van, ami egyszerűen nonsens. Tehát, hogy egy olyan hibáért, amit meg tudna egy telefonnál oldani egy ügyfélszolgálatos, vagy egy arra az osztályon bárki, akihez ez az ügy tartozik, 2 percbe sem kerülne, és a csomag elindulna. Na most egy ilyen hülyeség miatt megsemmisítésre kerül a csomag, mert senki nem segít. Egyszerűen ez nonsens. Tehát a Vintedet úgy használjátok, tehát, hogy nem tudom, én mindig azzal érveltem a Fox Postnál és a Vintednél is, hogy engem nem érdekel a kártérítést. Az eladó is azt mondta, hogy költsetek fagyira a kártérítést, én a csomagomat kérem vissza, hogy elküldhessem újra a vevőmnek. Tehát, hogy én azért veszek meg valamit, mert nekem arra szükségem van. Ugye? Nem azért veszek meg valamit, hogy a Vintit használja a pénzemet egy hónapig, és akkor utána visszaadja nem egyet egyben, mert ugye jóval kevesebbet adott vissza, tehát hogy valamennyit visszaadjon belőle, ugye? Tehát ez valahogy már olyan, nem is tudom, olyan sikkasztás, vagy nem tudom pontosan, hogy ez mi. Tehát a Vinted, meg a Fox Post igazából kényekedve szerint elvehet a rendszerből csomagokat, majd úgyis valaki ad valami kis pénzecskét vissza nekik, aztán nem lesz ebből semmi, ami szerintem nagyon-nagyon nem etikus. Igen, talán így tudnám ezt kifejezni. És pontosan ezt szerettem volna a Nemzetközi Fogyasztóvédelemnek bejelenteni, hogy nem megfelelő a panasz kezelése sem a Vintidnek, amit ugye magyar fogyasztóvédelemnek nem tudtam bejelenteni, mert ez egy litván cég, tehát a Nemzetközit kerestem meg,
Illetve a Foxpost is nonsens, hogy nem válaszol e-mailekre, nonsens, hogy felhívom az ügyfélszolgálatot, és totál hülyeséget mond. Tehát, hogy egyszerűen már annyiféle sztorit meséltek el róla, hogy a csomagnak mi az útja Lengyelországig, meg Lengyelországban ide, hogy egyszerűen hallomásokból mondják, amiket ugye a panaszos vásárlók, tehát nekem az van a fejemben egy ügyfélszolgálatosnál, ugye, hogyha oda jelentkezel te ügyfélszolgálatosnak, és hogy tudjál mit válaszolni a panaszos embereknek, elvégzel előtte ugye néhány napos tanfolyamot, ahol ugye elmesélik azt, hogy mi a csomag útja, mit tudom én, hogyan kell feladni egy csomagot. Tehát ez ilyen alapkérdéseket elmondják. Tehát akkor valószínűleg elmondták nekik azt is, hogy a Vintit hogyan működik, és kötelessége lett volna tájékoztatni, hogy nekem az ajtóban nem az online jön érte, nem a lengyel cég, meg nem a Vinted jön érte. Tehát folyamatosan azt mondogatták nekem, hogy jött a Vinted a raktárba a csomagjére, amit visszaadtam neki, de mondom, mi az, hogy a Vintednek, mindig így emlegetik, nem a Vintednek ment vissza a csomag, hanem a Vinted usernek, sajnos a Foxpost így kezeli, az adatok védelme miatt nem írja ki, hogy Ágnieszkának megy vissza a csomag, meg hogy milyen feladási helyre megy vissza, hanem ő visszaküldi a pozsonyi raktárba a Vinted usernek. Tehát, hogy itt vannak az óriási hibák, a Foxpost és a Vinted között nincsenek megfelelően lekezelve az útvonalak, az információk, a nyomkövetési rendszer, amire mi rájöttünk ugye nagy nehezen, hogy valószínűleg ezért akadt el a csomagunk, mert itt egy óriási nagy rendszerhiányosság van, és oké, hogy beáll a csomagunk a sorba a panaszkezelésnél, viszont konkrétan a rendszerhibára való figyelemfelhívásunk, tehát hogy nem egy konkrét esetet akarok jelenteni, hanem egy rendszerhibát szeretnék jelenteni, amit minél előbb javítanatok kellene, hogy azok a csomagok szépen menjenek az útjukon, de egyszerűen ugyanúgy senki nem néz rá azóta sem azokra a hibajegyekre a csomagszámunk mellett, hogy ez az ember már ott van, mert 25 darab hibajegy fejé van ma az ügyfélszolgálatot, és már azt mondja, hogy te jó Isten, már mióta húzódik ez az ügy, és mi van ezzel a csomaggal, és akkor nézd itt, egy tikét, ekkor, aha, jó, nincs a raktárban a csomag, ezt már látjuk, jó, már keresték a csomagot, igen, nincsen fizik, de nem azt kértem, hogy keresetek a csomagot, tudom, hogy hol a csomagom, nem, ne látok van a csomagom, csak egy rendszerhibátok miatt a csomagom el van akadva, tehát, hogy emeljetek fel a telefont, akármelyik osztály, frissítsen egy nyomkövetési információt, frissítsen a Vintednek valamit, mit tudom én, hogy ez egy visszaküldés megtörtént, tehát hogy kommunikáltok már egymásra, tehát tényleg a kommunikáció mindennek az alapja, és egyszerűen ez nem történik meg. Mindenki a saját kis portálján ténykedik, oké, hát ez biztos jó az úgy, nem jó, megy az, nem megy, engem nem érdekel az, mert nem az én asztalom a Vintednek, oldjatok meg, nem töltök semmivel, jó van az úgy, majd valami lesz, ne aggódjál, majd kapsz valami kis pénzeskét vissza, az eladó megozom, meg ott nézeget, hogy na most akkor most miért lett ez túl méretes ez a csomag, meg hogy miért nem kapta meg hogy most akkor nekem megfelelt, hogy feladtam, átment az online-en 3 központban is, és tök jó volt, a Foxpostnak meg miért nem jó, ő meg ezt nem érti, tehát hogy totálisan katasztrófa ez a helyzet jelenleg sajnos. Úgyhogy az ügyünk egyelőre várakozik valamilyen, most a Vinti teljesen lezárta, ő azt mondta, hogy nem tud tovább segíteni, értsen meg, ez a végleges döntés, folyamatosan ezt írják vissza. Tehát, hogy ha más ügyben kérek segítséget, nagyon szívesen segítenek, de ebből a csomaggal kapcsolatban lezertek az ügyet, kész, vége. A Foxpostnál van jelenleg az utolsó szalmaszálunk, hogy a rendszer hibájukra felhívtam, mint magyar ember, a magyar szolgáltatónak a figyelmét, hogy van egy kis probléma, nagy probléma a Vinted és köztetek. Erre várunk, hogyha ezt esetleg megoldanák, valaha valakihez ez eljutna, és végignézni egy hasonló csomagútját, vagy a mi csomagunk útját, tök mindegy, hogy mit. Hogyha ezt helyre raknák, akkor valószínűleg azok a csomagok, amik ott vannak a raktárban, azok megindulnának lassan, mert ugye megkapnák az orrenes csomagszámukat, és akkor ki tudnák őket lökni onnan. Na, szóval értitek, hogy mit akarok mondani? Ez az óriási katasztrófa, ami itt az ügyfél panasz kezelésével jelenleg történik, és nem csak úgy, hogy személy szerint nekem, hanem egy nagy globális problémára hívtam fel a figyelmet, ami több embert érint, egyszerűen nonsens. Úgyhogy jelenleg
A Vintidát csak paketával ajánlom használni, a Foxpost-ot semmiképpen ne használjátok, és szerintem jelenleg a Foxpost annyira telített, és annyira nem tudnak csomagot kézbesíteni, a Foxpost csoportból tájékozódva, ugye a Facebookos csoportban a sztorikat látva, hogy tök mást kapnak meg, más csomagja érkezik, vagy nem kapnak semmit, vagy eltűnnek csomagok, vagy én már nem tudom, mit történik, de jelenleg a Foxpost nagyon rosszul viseli ezt a Vintides közreműködést. Úgyhogy, igen, ezt szerettem volna nektek elmondani, hogy vigyázzatok most a Vinted és a Foxposttal.